Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós, szeptember 29-én. A mai napon a nap és a hold egy kapcsolatban áll. Ezt a kapcsolatot quincunx aspektusnak nevezzük. Én ezt mindig egy ingával magyarázom meg. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és valaki megkérdezi, mondjátok meg, melyik irányba fog kimozdulni. A válasz nem tudom. Fogalmam sincs. Talán jobbra, talán balra, de az is lehet, hogy az inga ki sem mozdul. Fogalmam sincs. Így érezzük magunkat a mai napon. A Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó között ugyanilyen kapcsolat van. Szaturnusz bolygó szeretné, ha stabil lenne a párkapcsolat, de vannak mindig nehézségek e körül, és a Vénusz bolygó nem tudja hogyan tovább, és pontosan így érezzük mi hölgyek magunkat, hogyan tovább. Nem tudom, fogalmam sincs. Talán így, talán úgy, az is lehet, hogy nem mozognak előre az események, nem tudjuk. Így érezhető a szerelmi élet területén, és mi, hölgyek, így érezzük magunkat. A Merkur bolygónak nincs kapcsolata a mai napon. Nincsenek kapcsolatok, nem tudunk beszélni, nem tudjuk kimondani azt, amit mondani szeretnénk. Vagy a párunk nem közöl velünk semmit, ezért van ez a bizonytalanság, és mi hölgyek így állunk a témához, nem tudom, fogalmam sincs. Azon kívül Mars bolygó és Szaturnusz bolygó között van egy kvadrát aspektus, ez nehézségekre utal. Nem hiszem, hogy a szerelmi élet területén, inkább gazdaságilag, vagy a politikai eseményeket illetően. Ez inkább a férfiakat illeti, erre utal a Mars energiája. Holott van egy szép kapcsolat is Mars bolygó és Vénusz bolygó között, és ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén, akkor is, ha mi hölgyek bizonytalanok vagyunk. A nap a Hasta holtházban található, e felett a holtház felett Vindamiatrix csillag uralkodik. Vindamiatrix az a bor istenének a neje, és utal táncra, jókedvre, zenére, és egy pohárka borra is. Vindamiatrix, aki az ünnepségeknek, a jó kedvnek az istennője, amellett még uralkodik ebben a holtházban Savitár, az egy olyan, mint egy hintó, a napot húzza és jelzi a napkeltét. Ezzel indul a nap, és azt közli velünk, hogy a mai napon indítsunk valamit, legyünk tevékenyek, és Vindamiatrix hatása alatt legyünk jókedvűek. A hold, az a Satavisa holtházban található, lefordítva az 100 szerencsét és 100 félelmet jelent. Itt vannak szerencse csillagok, jelzi a szerencsét, de ha félelmeink vannak, akkor az nem tud bekövetkezni. Tegyük át magunkat a félelmek felett, hogy szerencsénk legyen a mai napon. Satavisa holtház felett Varuna uralkodik, és az figyeli az eseményeket, tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. A jót azt megdicséri, a rosszat megbünteti. Tehát vigyázzunk a tetteinkre. És ez volt a mai felvételem, Mizós, szeptember 29-én.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!